Hagyományteremtő igényel rendezte meg első ízben a Szexuális Szakképzési Centrum a Hello Tavasz, Szia Szakma elnevezésű szakmai bemutatkozó és családi napot, melyre a centrum minden tag iskolája és duális partnere is kilátogatott. Az esemény rendhagyó, hiszen korábban sem az intézményeknek, sem a vállalkozásoknak nem volt lehetőségük arra, hogy egyszerre mutassák be, mit is kínálnak a szakmát választani vágyóknak. A rendezvény a hivatalos megnyitók után Kovácsovics Fruzsina interaktív gyerekműsorával indult útjára. A hóba látnák a lábunk nyomát, ha épp a déli sarkon járnánk. E vissza, gyerünk, viszed meg a papunat! Bálnák, alúzhatnánk, cipő nélkül ballagnánk, ha épp a déli sarkon járnánk. Figyeljetek, most jön a tánc! Mert ha pingvin tánc, ott táncolunk, mi is pingvinné válhatunk, a jégen hason csúszhatunk, a vízből halakat fal. Mindez már régi terve volt az intézménynek, hiszen szükségesnek érzik a fiatalok megszólítását és figyelmüknek felkeltését. Nagyon régi célunk az, hogy erősítsük a szakmák is megismertetését, erősítsük a pályorientációs tevékenységünket. Nagyon fontos, hogy bemutatkozzanak a partnereink, a duális partnereink, és lássa mindenki azt, hogy szakmát tanulni az egy jó dolog. Az egy olyan izgalmas dolog tud lenni, ami máshol kevéssel jön adat. Meg. Ezt fogják megmutatni a partnereink, erre kértük az iskoláinkat is, hogy mindenképpen egy interaktív szakmabemutatóval, egy interaktív tevékenységeken keresztül történjen meg mindez. Ennek alátámasztására, vagy nem is igazán alátámasztására, hanem kísérő programokként gondoltunk a családokra, amelynek eredményeként a szervezésbe bevontuk azokat a rendezvényeket, vagy rendezvényelemeket is, amelyek a kicsiknek szólnak, a családok, a nagyobbaknak, a családoknak szólnak. A kancellár elmondta, az esemény nem csak a szakmákról szól, hiszen családi napra is készültek. Légvárral, Talmácsi minimotorpályával, koncertekkel vagy bűvész előadással. A rendezvény ingyenes volt, ugyanis a különféle szakmai foglalkozásokon szakmavalutát kaphattak az ideálátogatók, amelyek beváltásával használatba vehették a kínált foglalkozások bármelyikét. A szakmai napra kilátogatott Horváth István is, aki már beszédében is azt emelte ki, mennyire nehéz dolguk van ma a fiataloknak, ha továbbtanulásról kell dönteniük. Itt pedig remek alkalmuk nyílt, hogy bepillantást nyerjenek a szakmák fortéjaiba. Nagyon nagy gond a fiatalok számára, hogy milyen szakmát válasszanak. Érződik az, hogy sok a bizonytalanság, és igazából kevés az olyan alkalom, amikor egy helyen van több szakma. Tehát a fiatal számára ezért is ez fontos lehet. Az intézmény számára is fontos, hiszen mind a fiataloknak, mind a jelenlévő vállalkozásoknak, vagy adott esetben a fiatalok szüleinek megmutassa az iskola, az intézmény, hogy milyen lehetőségek vannak az intézmény keretein belül, és itt a megye minden részéről vannak szakképző intézmények, és fontos ez a rendezvény a vállalkozások számára is, hiszen ritkán kerülnek ilyen közel sok fiatallal, ahol megmutathatják, hogy milyen lehetőségek vannak a vállalkozásukon belül, mind a kezdőknek, mind a tapasztaltabb munkavállalóknak egyaránt. Tehát azt is mondhatnám, hogy ez a találkozások napja, ahol az intézmény, ahol a fiatalok szülei adott esetben, hiszen ez egy családi nap, valamint a vállalkozások is egy helyen, egy időben tudnak ott lenni, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a hagyomány ez valóban ki fog majd alakulni, és sok fiatal számára lesz ez a lehetőségek napja. Dr. Beléti Zsolt szerint azt kell elérniük, hogy a szakma fogalma ismét előkelő helyet foglaljon el az emberek elméjében. Ennek a rendezvénynek az a fő célja, hogy azt mutassa meg, hogy a szakképzésnek még mindig van presztízse, nem csak a szakképzésnek, hanem magának a szakmának. Tehát abban az időszakban, ami az elmúlt 10-12 évben eltelt, és folyamatosan a diplomagyárak dobálták az értéktelenebb diplomákat, akkor azt felejtettük el, hogy gyakorlatilag nincs olyan ember, aki dolgozzon, aki az adott szakmát elvégezze, aki építsen, aki vízvezetéket szereljen, villanyt szereljen,
és azt gondolom, hogy ma egy ilyen szakmának az anyagi adottságai simán vetekednek bármelyik diplomáival, és az a fontos, hogy az emberek tudatában és a gyerekekében is megértessük azt, hogy ha valaki szakmát végez, az nem egy másodrendű dolog, hanem az elsődrendű dolog, a legfontosabb dolog, mert egy olyan értéket teremt, amivel valamit létrehoz. Lehet, hogy jól lesznek. És akkor úgy, ügyesen megfogod úgy. Például oda, igen. Jó, a másik kezedbe fogd a szöget, és a jobb kezedbe fogd. Óvatosan. Jó. Jó, és el is engedheted. Szakmabemutatók mellett interaktív gyermekműsor, rendőrségi kutyásbemutató, óriás dárc, csocsó és pingpong is várta a családokat. Az iskolák és a partnerek is kreatív, játékos feladatokkal érkeztek. Kerékcsere versenyen lehetett részt venni, kipróbálhatták a hajfonást, az önvédelmet, vagy lőhettek lézerfegyverrel. Ki lehet próbálni itt a járműfényezésnek a bizonyos formáit, az alapozást, lakfelvitelt, fedőfestékfelvitelt. Ki lehet próbálni a műanyaghegesztést, ugye nagyon sok esetben eltörnek a műanyag alkatrészek az autón, ezeket most meg lehet itt hegeszteni, ki lehet próbálni, hogy is működik ez. A drónokkal lehet a képzés keretén belül, mi még a drónrepülésre is megtanítjuk a gyerekeket, ki lehet próbálni a drónzást, illetve szerszámfelismerő versenyt biztosítottunk kis ajándékok fejében. Járműipari szakmai totót, ami szintén elég nagy sikernek örvend, illetve az általunk forgalmazott, itt a megyei szinten forgalmazott és biztosított duális képzéshez nyújtott digitális tananyag, és az azt kezelő szoftvert mutatjuk, programot mutatjuk be ezen a standon. Mint azt a vezető elmondta, nagy lehetőség ez számukra. Próbálták a lehető legjobban kihasználni ezt. A Bezeredi iskola szerette volna megmutatni, hogy nem csak keriként működnek, de szállítmányozással és logisztikával is foglalkoznak. A Bezeredi iskolának alapvetően ugye kereskedelmi híre van. A mi iskolánk tényleg úgy terjedt el, hogy mi vagyunk a keri. Ugyanakkor a közlekedés és szállítmányozás és gazdálkodás és menedzsment ágazathoz kapcsolódó feladatok várják itt a standon, mögött a már a standon a gyerekeket és minden érdeklődőt. Csillámtetkótól kezdve az ügyviteli vonalhoz kapcsolódó érdekességek, tulipán hajtogatástól kezdve szállítmányozáshoz kapcsolódó feladatok, közlekedési eszközöket kell például párosítani leírásokkal, képet kell kirakni a gyerekeknek, tehát ilyen mozaikszerűen. Úgyhogy igyekeztünk a minden ágazatunkat úgy megmutatni az érdeklődőknek, hogy bepillantást nyerjenek abba, hogy a Bezeredi iskola, vagy az ismertebb nevén, ahogy kezdtem is, keri, miről is szól igazából, milyen lehetőségeket kínál az érdeklődőknek. Az agrárium is képviseltette magát a rendezvényen, a Csapó iskola standjánál betekintést kaphattak a húskészítmények előállításába is. Remek lehetőséget kínál nekünk a mai nap arra, hogy bemutassuk a mezőgazdaság és erdészet ágazat, valamint az élelmiszeripar ágazatban kínált szakmáinkat, a pékcukrász képzést, a hentes és húskészítmény készítő szakmákat. Aki kilátogatott erre a napra, linzereket ragaszthatott össze, érdekes feladványokat, kirakóval készültünk, interaktív játékokat oldhattak meg a gyerekek, illetve színezhetnek, illetve a rendészet ágazatunkban lézerfegyverekkel lőhetnek, airsoft fegyverekkel lőhetnek, önvédelmi bemutatót tartunk. Nagyon sok mindenbe kipróbálhatják magukat azok a gyerekek, akik szeretnének pályát választani.
A lengyeli apponyi iskola szintén színes kínálattal érkezett. Sok minden feladatot kitaláltunk, körbe lehet vezetni egy fém karikát egy fém úton, az a lényeg, hogy ne érjen hozzá egyik fém a másikhoz. Lehet kipróbálni egy kis fűnyírótraktort, lehet vele menni, fel lehet ismerni mezőgazdasági gépeket maketről, betűbeütőt hoztunk egy kis fémkarikára, lehet valaki a saját nevét, vagy az évszámot, az idejét, vagy a születésérszámot beleüti, elviheti, és ezeket lehet csinálni. Szeretnénk népszerűsíteni a gépész szakmát, elérni, minél többen jöjjenek hozzánk Lengyelre. Az ADI szakképző egyébként is rengetegféle oktatást kínál, nehéz lett volna mindent bemutatni, de az igazgató szerint ez sem az ők, sem a rendezvény célja nem lehetett, ennél valami sokkal elemibb benyomás elérésére törekedtek. Az ADI technikum az mindig igyekszik úgy készül az ilyen alkalmakra, hogy aki a szakmák iránt érdeklődik, az kedvet kapjon egy másik szakmához és újabb szakmákhoz is, hiszen kipróbálhatja magát, kézügyességét, a gondolkodási képességét, bármilyen olyan dolgot megcsinált, amivel esetleg eddig még nem is találkozott, hiszen vezérelheti mondjuk a levegőtechnikás logikai kapukat, vezérelhet drónt, lőhet lézerfegyverrel, csináltathat magának, vagy csinálhat akár hullámcsatokkal frizurát, vagy éppen csillámtetkót. Tehát elég széles a választék, azt gondolom. Mi úgy készültünk erre a mai napra is, hogy a 3 évestől a 80 évesig bárkit meg tudjunk szólítani a feladatokkal. Nem csak azért, mert játékosak, hanem azért is, mert egy kicsit visszajön mindenkinek a gyerek énje, amikor ki kell próbálni és meg kell tapasztalni, és bizony sikerélményt lehet szerezni. Mi arra készültünk, hogy mindenki szerezhessen sikerélményt, és nem csak a kuponok beváltásakor, hanem már a feladatoknak az elkészítésekor is. Itt nyilván a mi választékunk ugye a 8 ágazatból, a közel 20 szakmánkból nagyon sok mindent meg lehetne mutatni, mindenre nincsen lehetőség. De talán nem is ez a cél, inkább a cél az, hogy kedvet kapjon valaki ahhoz a tevékenységhez, ami a két kézhez és a hozzátartozó gondolkodó fejhez kapcsolódik. Erre itt mindenkinek megvan a lehetősége, én bízom benne, hogy mindenki él is vele, illetve a kapcsolódó programokon pedig jól érzi magát természetesen. Az örömteli boldog arcokról is leolvasható volt, mennyire szuper ötletnek tartják a kezdeményezést a kilátogatók. Nem is tévedés, sőt, van, aki több hasonlót szeretne. Pecsétet gyűjtünk a kislányomnak, ugye, hogy felülhessen az ugrálóvára, meg a csillámtetkóhoz, meg ilyesmikhez. És mi volt a legjobb? A fegyverben mutatom, mondjuk az nagyon király volt, meg a... Hát a bunyó is jó volt. Igazából mindegyik jó, igazán. Lehetne több amúgy ebből a programból. A lányok nem pazarolták az idejüket, meg annyi standot meglátogattak, szélesítették ismereteiket és látókörüket. Voltunk a VIP-be, a VIP-nél, a csapónál lőttünk, meg voltunk az ilyen árazós dolognál, vagy nem tudom mi az, meg hol voltunk még. A NAV-nál is voltunk. Persze azért akadt, aki célirányosan járta körbe a területet. Hát cukrász dolg. Csináltam mézes kalácsot, meg muffint. És tetszett? Igen. Nagyon sok program van, változatosak a feladatok, nagyon ötletesek. Itt voltunk a sátorban, kipróbáltuk a díszítést, most szeretnénk festeni. Még most kezdtük, úgyhogy folytatjuk tovább. Mindeközben természetesen nem állt le a só sem, a motorok folyamatosan bűrögtek, az ugrálóvárokban pattogtak a gyermekek, a bűvész trükközött, hogy aztán a Muay Thai bemutatót szájtátva figyelhessék az érdeklődők. A napot az Irigy Hónai Birigy koncertje zárta.